has és az ember barátságot kötött. Egyszerű gondolat volt a szándék mögött. Azt is kigondolták, közel fognak lakni. Egymás közelsége barátin foghatni. Növény, állat, ember megtalálta helyét. Tisztelték a puszta évezredes rendjét. Jutott ott hely s étek mindenféle lénynek, s a táplálék láncát senki sem töré meg. Történt pedig egyszer, mohó lett az ember, s rendelkezni akart minden élelemmel. Nem nézték jó szemmel az önjelölt urak, hogy sasé legyenek, apró vadak, s nyulak. Na, mi a helyzet? Két madárat tartok, azt tudom, mérgezés. Két róka is. Másfél óra. Etetőhelytől egy olyan 2,5 kilométer. Ott van beszórva szerintem. Ötben egy új veszélyforrás ütötte fel a fejét. Egy év alatt 10 barlangisas mérgezés történt. Az egyértelművé vált, hogyha ez a probléma ilyen mértékben elkezd erősödni, akkor a kipusztulás közvetlen szélére tud kerülni a barlangisas. A populációnak a 10%-át megszünteti. Ez nagyon-nagyon súlyos dolog. 2012-ben barlangisas az a faj, ami legnagyobb egyedszámban áldozatul esett a mérgezéseknek. 2012. január 1-jével elindulhatott ez a Helikon névre keresztelt live projekt. A barlangisas azok közé a fajok.